hogy mondjam, nagyon sokféle fotós van. Van, aki műteremben dolgozik, van, aki megrendezi a képeket, van, aki előtte elképzeli, és aztán elmegy a műterembe és megcsinálja, és van, aki meg addig jár az utcán, amíg nem talál valamit. Na, ez voltam én. Gimnazista koromban, talán másodikos gimnazista voltam, amikor egyik ősszel apám azt mondta, hogy jön most úgyis a születésnapom, és arra gondolt, hogy vesz egy fényképezőgépet, akkor nem volt a családban gép. Ő fiatalabb korában fényképezett, de az azt hiszem már nem volt meg akkor. Próbálja meg, hát ha jól megy, meg hát, ha érdekelni fog, mondta, hogy jó, és kaptam egy kis automata, nagy félautomata gépet, és elkezdtem fotózni, és érdekelt. És fotózgattam, ő próbált segíteni, elég jó érzéke volt hozzá, tehát tudott jó komponálni, volt egy grafikusi végzettsége. A technikához nem értett, de a technikát azt megtanultam magam. Elkezdtem otthon egy nagyon egyszerű, ma már viccesnek ható táska nagyítóval. Egy ekkora műanyag szerkezet volt, nagyon egyszerű, de technikailag arra jó volt, hogy rövid idő után rájöttem a korlátaira. Tehát az ember csinál képeket, megnéz más képeket, és akkor előbb-utóbb kiderül, hogy mind kéne változtatni. Ez a félautomata gép, ez arra jó volt, hogy kikapcsolva az automatikát, és egy fix vaku üzemmódba állítva legalább én nekem kellett, tehát bele tudtam nyúlni, megtanultam, hogy hogyan lehet, aztán nagyon hamar kiderült azt is, hogy mi az, amit nem lehet vele csinálni. Úgyhogy egy-két éven belül aztán mondanám, hogy vettem, de nem vettem, mert kaptam gimnazistaként a szüleimtől egy nagyobb gépet, és aztán onnantól fokozatosan fényképeztem, otthon laboráltam mindig. Azt elég hamar megtanultam, tudom, hogy manapság ez kicsit misztikusnak tűnik, de a fekete-fehér laborálás az nem egy bonyolult dolog. Tehát ha valakit érdekel és valaki akarja, azt elég hamar meg lehet tanulni. Én esténként a konyhába besötétítettem vacsora után, és hívtam, nagyítottam, és aztán mutogattam a képet itt-ott, bevittem az iskolába egy-két barátomnak. Igazából nagy közönség nem volt, de én azért rendszeresen mutogattam őket, és aztán elkezdtem kiállításokra küldözgetni. Aztán egyre többet csináltam. Igazából nem nagyon volt más olyan hobbim, és abban az időben gimnazistának lenni az nem jelentett egy akkora megterhelést. Nem voltam zseni, de egy közepes, vagy talán jobb pesti gimnáziumba 4-es, 5-ös tudtam lenni komolyabb erőködés nélkül. Ami azt jelentette, hogy ebéd után, egy óra tanulás után én úgy éreztem, hogy végeztem, és elindultam a városba, csavarogtam, fényképeztem. Igazából nem tanított senki. Láttam, hogy a nagyapámmal együtt gyerekkoromban laboráltam, tehát láttam, hogy hogyan csinálja. De a legjobb tanulási módszer az, hogy az ember délután fényképez, este előhívja. Tehát néhány órán belül láttam, hogy mit csináltam. És abban a pillanatban másnap lehet másként csinálni. Tehát ez borzasztó egyszerű azzal, hogy van visszajelzés. Nem olyan, mint hogyha az ember beadná egy laborba, aztán 2 hét múlva a kezébe kapja, és már nem emlékszik semmire. Ennek ellenére nagyon sok rossz képen van, hát ez borzasztó. Itt most előkerült néhány ezer kép, de hát abból kiválogattunk most 100-valamennyit, de hát sok 100 van, amit elrontottam egyszerűen. Hát ez olyan van. Semmi baj nincsen, amíg az ember nem akarja publikálni őket. Egy nagyon komoly méretű, szerintem majdnem 5 négyzetméter lehetett a konyha.
volt egy konyhaasztal, akkor vacsora után anyám elrakta a cuccokat, én fogtam az erre a célra már kipróbált pokrócot, két szöggel felakasztottam az ablak felső sarkát, besötétítettem, ezzel ez meg volt oldva, elővettem a tálaimat, mellette a szekrényben volt a nagyítógép, meg volt a megfelelően a vegyszerek, kiraktam a nagyítógépet, kiraktam két vegyszert, a mosogató ott volt mellettem, ha mosni kellett, innentől készen volt minden. Tehát a család tudta, hogy akkor nem használja a konyhát, amikor én ott benn vagyok. A negatívot például magam fűztem. Annak idején még a kazettákba nyithatóak voltak a kazetták. Aki látott már 35 mm-es filmet, én nagyon meglepődtem, amikor 20 évvel ezelőtt kezembe került egy, és kiderült, hogy ezt már nem lehet kinyitni. Régen azt le volt ugye ragasztva, de ki lehetett nyitni. Én vettem, úgy olcsó volt, körülbelül 1,70 m, 1,80 m egy tekercs kisfilm, hogyha 35 képet szokott rátenni az ember. Többet nem lehet, mert nem fér bele, kevesebbet meg nem érdemes. Vettem 10 tekercses filmet, tehát lehetett kapni az Orvónál, hát most 17 méter, vagy 18, azt hiszem 17 méteres tekercsekbe, fémdobozokba. Ez ilyen filmgyár, nem tudom, hogy kiknek készítették egyébként, de lehetett kapni, ezt használtam. Tehát otthon én bementem a fürdőszobába, ugyanígy besötétítettem, azért lehetőleg legyen este, mert nagyon sötét kell hozzá, és megtanultam, hogy így, ekkora egy tekercs. Itt elvágom, levágom a végét, bedugom a kazettába, föltekerem, és bekazettáztam előre magamnak 5-10 akárhány tekercset. Tehát ez egyébként semmi tragédia nem volt, hogyha 5 centit tévedtem, mert általában addig ment, amíg ki nem futottak, éreztem, hogy vége a tekercsnek. Na most ezt nem fényképeztem el mindig, ennek következtében a fürdőszobában volt a negatív hívás. Ahhoz sokkal kevesebb kellett, ahhoz csak egy tank kellett, egy ekkora kis hívótank, meg víz. A fürdőszobába hívtam, na most nem vártam meg szinte soha, hogy elfényképezzek egy tekercset. Tehát a délután 10 képet exponáltam, akkor kivágtam a gépből, a kazettából a 10-et, előhívtam a 10-et, újra levágtam a végét, és visszafűztem a maradék 21-22 kockát a gépbe. És azt a 10-et csináltam meg. Tehát eléggé izgatott, hogy mi készült el, hogy ne várjak addig, amíg esetleg lehet, hogy csak a jövő héten fejezném be a tekercset. Tehát a konyhában meg így lehetett laborálni. Érdekes volt egyébként, aztán itt is többféle nagyítógépen volt, különböző gépeket, viszonylag jobbakat tudtam venni, de hát aki valaha nagyított, azért el tudja talán képzelni, hogy ezek nem túl nagy fényerejű nagyítógépek. Tehát csak közelről lehet látni, hogy éles-e a kép. Ennek következtében volt olyan, amikor nagyméretű képet csináltam, a rekord az volt, hogy a konyhaszekrény tetején volt a nagyító, és a földön a papír. Ennek következtében az ember fölment, beállítottam messziről, jól nézett ki, lementem, lemásztam a székről, lehasaltam, megnéztem, hogy élesen, nem volt elég éles, fölmentem, állítottam rajta, lementem, még mindig nem elég, vagy most már túlmentem rajta. Tehát ezzel azért el lehetett pepecselni. Aztán utána az ember ilyenkor csinál egy különböző próbacsíkokat, aki laborált már, azt tudja, hogy különböző expozíciókkal csinál egymás mellett néhányat, megnéztem, hogy melyik, aztán lenagyítottam, aztán vagy sikerült, vagy nem, vagy csináltam még egyet belőle, vagy nem. Nem sürgetett senki, senki nem kért rajtam számon semmit, nem volt senki, semmilyen határidőm, a cél csak a kép volt. Én úgy éreztem, hogy az, amit én csinálok, az fotózás, és magamban teljesen elválasztottam a fényképészettől. Tehát volt, én úgy gondoltam, ne annék, hogy bárkit esetleg sértenék ezzel, hogy van a fotós, meg van a fényképész. A fényképész az, aki a körúton üzletet nyit, kirakja a kirakatba a képeket, vállal a bérmunkát, oda megy valaki, ő lefényképezi, vagy esetleg helyszínen valamit fényképez, de megélhetésszerűen csinálja. Abban az időben szerintem nem is volt ennyiféle képzés, mint ami manapság van. Tehát manapság fotót már sokféleképpen lehetett. Akkor el lehetett menni a Práter utcába, ami azt hiszem becsületes szakmunkás képző volt, és meg lehetett tanulni ezt a szakmát, de ezen kívül
és maradtak az amatőrök. Most, hogy a Benkőék hol tanulták, tehát valószínűleg ők is vége, akik akkor profik voltak, ők is valahol megtanulták ezt, aztán utána járták a saját útjukat. Nézegettem más fényképeket, nézegettem fotós újságokat, könyveket, apám, amit lehetett Pesten megszerezni, külföldi albumot, vagy ilyesmit, az összevásárolta nekem az idegen nyelvű könyvesboltba, meg antikváriumokba. Tehát láttam, hogy sokan mások hogy fotóznak, akiket nem láttam, azokról nem tudtam semmit, tehát azért az internet előtt vagyunk. De volt olyan, amire azt mondtam, hogy ez az irány engem érdekel, ezzel nem tudok mit kezdeni. Nem minősíteni akartam, én később operatőr lettem, és nem véletlenül sosem merültem el a fikciós műfajba. Tehát én sosem csináltam játékfilmet, tehát kameramanként egy kicsit belenyúltam, de én nem kitalálni akartam képeket, én megkeresni, én meglátni. Nem embereket követtem, hanem képeket. Képeket. Tehát igazából egy kinyomozhatnánk, de nem, inkább hangulat kellett. Tehát elmentem a könyvtárba, a Szabó Ervin könyvtárba, nem kölcsönözhetően, de az olvasóteremben megvolt a Svájci Kamera című folyóirat. Én azt nagyon szerettem, azt a stílust. Elmentem, végiglapoztam az utóbbi 2-3 számot, és akkor olyan kedvem támadt, hogy ilyen hangulatú képeket lehet csinálni, de hát ebben a műfajban nem lehet ismételni. Az én fotózásomnak nincs egy olyan összefoglalható irány, ez egy stílus, hogy azt mondhatnád, hogy itt most megtalálta azért, és akkor ez olyan, mintha. Csináltam a képeket, Nem volt elméleti alapja. Tehát manapság, ezt majd kivágjátok, ha a Szabolcs nem füllent, akkor az emberek rettentően felkészülten, tudatosan indulnak el fényképezni, és mindenféle iskolák elhatározzák, hogy ők most hogyan és mit. Nem határoztam el. Volt valami elképzelésem arról, hogy milyen hangulatú képeket szeretnék. De hát ez nekem lehet elképzelésem, hogyha én elmegyek a 7. kerületbe sétálni, akkor vagy találok érdekeset, inkább érdekeset, inkább egy jó képet. Tehát az én képeim között nincs összefüggés. Persze valamennyit lehet találni, de ezek pillanatok. Ezekre az jellemző, hogy nincs se előtte, se utána. Tehát mondhatnám, hogy akkor ez úgy készült, hogy a Kelet-Éva azt mondta, hogy a Latinovicséknál oda költözött hozzájuk, és 2 vagy 3 napja ott lakott náluk, mielőtt elkezdett fényképezni. Én megcsináltam egy képet, és tovább mentem. Tehát soha nem tudtunk meg egymásról semmit. Van néhány kivétel természetesen, mert aztán például Mihalkovics teletnél ott, mikor kiderült, hogy ezt a terület, ez egy nagyon hangulatos, nekünk hangulatos, nekik egyáltalán nem volt hangulatos, lepusztult régi lakótelep, hogy ezt le fogják bontani, akkor úgy vissza-vissza jártam. De egy-két ilyen van összesen. Bizonyos eseményeket azért választottam ki, tehát például jártam vásárokra, piacokra, mert nekem nagyon fontos volt, hogy el tudjak vegyülni, hogy ne rám figyeljenek. Tehát ezek az emberek éljék úgy az életüket, ahogy ők szokták, és ne nekem csinálják, ne szúrják ki, hogy én éppen fényképezem őket. És ez erre jó volt. Aztán vannak kivételek, de ez a nagyobbik fele. Akkor még nem tudtam, hogy a street fotó, amit mostanában így neveznek, de szerettem. Valószínűleg ez egy ilyen voyeurizmus. Még szerettem megfigyelni az embereket. Leülni és csak úgy nézni. De az esetek 90-valahány százalékában én nem ismertem a modelljeimet. Hát nevezzük modelleknek a fényképen szereplő embereket. Sosem beszéltem velük talán egy mondatot sem. Van egy-kettő, akivel azt mondtam, hogy bocsánat, csináltok egy képet vagy valami, de nagyon sokat csináltam idézőjelben lesből. Úgyhogy az illető azóta sem tudja, hogy őt lefényképezték. Nem akartam belenyúlni.
abban a pillanatban, hogy ha már szóltam, akkor az illető nem volt, közel sem kellett félni annyira az elutasítástól, mint manapság, de hát abban a pillanatban elkezdett viselkedni. És ez egy másfajta fotó. Nem rosszabb, csak más. Más műfaj. Nekem valahogy ezt választottam. Ez nagyjából a 60-as évek vége és a 70-es évek, amikor én aktívan fotóztam. Budapesten nem zárták a kapukat. Tehát be lehetett menni házakba, be lehetett menni udvarokra, annélkül, hogy bárki rászólt volna az emberre. Nagyon sok helyen lehetett fényképezni. Természetesen volt egy, hogy hol nem lehetett, ezt mindenki tudja, aki még élt a szocializmusban, hogy ez a fényképezni tilos gyárak, laktanyák, ezek katonai létesítmények, vagy legalábbis katonai létesítménynek nevezett dolgoknál ki volt írva ez a fényképezni tilos, egyébként meg az utcán lehetett fényképezni. Tehát senkinek nem jutott eszébe, hogy személyiségi jogokra hivatkozva. Volt olyan, hogy engem ne fényképezzen, vagy természetesen, de általában nem volt. Lehetett fényképezni. Az utcán nagyon sok ember volt, és nem volt nagyon sok autó. Tehát manapság a képeim nagy részét nem lehetne megcsinálni, mert nem látnám az embereket a parkoló autóktól. Nem volt ennyire zsúfolt a város, sokkal több ember közlekedett gyalog. Az emberek kiültek a padokra, tehát sokkal kevésbé volt zsúfolt a város. Nem véletlenül nincsen olyan képem, ami mondjuk Budán, Rózsadömb vagy egyéb környéken készült, ahol kertes házak vannak, tehát nincsenek emberek az utcán. Ez a hetedik, hát ez kicsit hatodik, de inkább hetedik, nyolcadik kerület, belváros. Itt az emberek nagyon éltek az utcán, a tereken. Tehát itt imentek. Fönt a Bimbó út környékén nem nagyon. Tehát ott mindenki a saját kertjében élt. Olyan helyre mentem, ahol forgalom volt. Tehát nagyon kevés olyan képen van, amin nincsenek emberek. És hát hol vannak az emberek? Kiránduló helyeken vannak, tehát vannak emberek a Halászbástyán, a Városligetben, az Állatkertben, a Vidámparkban, Bucsúban, május 1-jén felvonuláson óriási tömeg van, és senki nem figyel arra, hogy valaki elővesz egy fényképezőgépet. Aztán volt, ahol szükség volt némi trükkre. Nekünk, mikor Műszaki Egyetemre jártam egy rövid ideig, beléptem az ottani fotókörbe, és mondták, hogy ennek van egy nagy előnyünk, hogy tudunk adni egy igazolványt. Az volt ráírva, hogy Kereki Sándor a BME fotókörének tagja, talán még olyan, hogy kérjük segítséget, vagy támogassa, vagy valamivel. Na most szükség esetén ezt elővettem. Magyarországon az emberek legnagyobb részének halvány fogalma nem volt róla, hogy mi az, hogy BME. Mindenki a BME-t olvasta el. Erről nem tudták, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem. Tehát oda mentem egy igazolvány, hogy a BME fotókör. BME, jó fotózzon. Szóval piacnál például a piac igazgatósághoz általában be kellett menni egy pályaudvaron, azonnal, egyszer nem volt nálam igazolvány, azonnal letartóztattak. Tehát ott 2 percen belül megjelent 2 rendőr, hogy maga itt mit fényképez. Ez a Műszaki Egyetemi tagság ez nem tartott túl sokáig, mert én 1,5 év után úgy döntöttem, hogy mégse akarok mérnök lenni. Úgyhogy ott hagytam az egyetemet. Még utána egy évig ott dolgoztam. Ez volt az egyetlen munkahelyem a Magyar Televízió megelőzően. Volt egy R-klub nevezetű. Műszaki Egyetemről mindenki arra emlékszik, hogy két klub volt. Az E-klub, az a zenés táncos hétvégi, és volt az R, ahol a kulturális rendezvények voltak. Most az R-épületben, most is a sarkon, nem tudom mi van most a helyén, de az épület még áll, ahol nagyon jópofa programok voltak. Tényleg a Műegyetem kulturális programjai nagyon jók voltak. Tehát a filmklubtól kezdve ott volt kiállítás, saját kiállításom is volt egyébként. Na most én voltam a klubnak az egyetlen alkalmazottja. Volt egy vezetője, és én voltam a... hol filmet vetítettem, hol kiállítást rendeztem, hol székeket pakoltam, minden. Ez abban az időben volt, amikor halasztottam egy évet, mert a Műszaki Egyetemet ott hagytam, de nem akartam azonnal visszamenni katonának, mert hogy akkor még tartoztam, úgy volt, hogy 11 hónapot voltam egyetem előtt. 13 hónapra vissza kellett volna mennem még letölteni, ha nem végzem el az egyetemet.
de hogy időt nyerjek, megbuktam, nem is volt olyan könnyű, de szereztem egy izét, hogy megbuktam, és egy jövő évben jöhetek újra. És akkor így lett egy kis szabad időm. Ott dolgoztam egy darabig, aztán visszamentem katonának, és utána már elkezdtem tévézni. Akkor hagytam abba az egész fotózást, amikor már családom volt, építkeztem, mellette dolgoztam természetesen, sőt, még egy időben próbálkoztam mindenféle iskolával is, és elindultam délután fotózni, de nem lehetett, nem tudtam úgy menni az utcán, hogy ne az jár az eszembe, hogy ha hazamegyek, akkor mit kell még megcsinálni. Úgy nem megy. Tehát ez a dolog csak akkor működött, ha egészen el tudtam engedni magam. Talán nem hangzik furán, szóval, hogy semmi ne foglalkoztam, ne járjon máshol az eszem, mert ha máshol jár, akkor elmegyek ezek mellett a dolgok mellett, és nem veszem észre. Szóval ez egy hangulat, ez egy állapot, ami vagy van, vagy nincs. Nagyon sokszor előfordult, hogy bejártam egy kerületet, és nem csináltam képet. Aztán nagyon érdekes, hogy most, amikor utólag elkezdtük keresni a negatívokat, hogy van olyan negatívom, ahol 2-3 kockányira egymástól egészen jó sikerült képek vannak, különböző, nem ugyanarról, különböző témák. Tehát voltak ilyen ihletett pillanatok valószínűleg, amikor úgy összejött. De hát ez olyan, mint a horgászat, hogy az ember elmegy, aztán vagy fog, vagy nem.